azt mondja következő. Istennek gyógyulás és egészség a te szádba helyezte bele. A gazdagságot, szegénységet, gyógyulást, betegséget. Drága testvérem, az Úrba hallgassátok meg a tanítást is. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Először fel kell ismerni, hogy te ki vagy Isten, mert ez nagyon-nagyon fontos. Mert ha te egy utolsó senkinek érzed magad, ott baj van. Mert nem az vagy. Nem az vagy. Azt mondja az ige, sokan Istentől várják a gyógyulást, Jézus már elhurcolta a betegségeinket. Figyeljetek, mit ír Péter apostolnak a levele második fejezet 24-es ige verse. Aki a mi bűneinket maga vitte testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultunk meg. Figyeljétek, ez az ige mit akar. Meggyógyult mindenki. Mindenki. Magyarul neked nem kell kérned az Úrtól a gyógyulást, meggyógyultál már. Na erre szeretnék rávilágítani nektek, hogy ezt hogyan tudod tényleg átvenni, hogy a gyakorlatban is érezd, ne csak egy elmebeli tanítás legyen, hanem a gyakorlatban átjöjjön ez, drága testvérem, mert azt látom, hogy keresztények is ugyanolyan betegek, mint mondjuk a nagyvilágja. És ez a tanítással szeretnék szolgálni felétek. Megyünk tovább. Azt írja a Galata 3.13, hogy pörvitte a mi átkainkat a Golgotai keresztre. Magyarul nem kell, hogy leátkozd magadat, nyilván vigyázni kell a susárló beszédre, mert az ember hajlamos saját magát megátkozni, mikor magadra rosszat mondasz, családodra, gyerekedre, és már is ott van az átok, és ezzel nem áldást mondtál, hanem átkod saját magadat, saját családodat. Már nem is várhatod a gazdagságot, sem a szellemit, sem az anyagit, mert tisztátalan szellem ment be az életedbe. Testvéreim az Úrban! Istennek van vágya, van terve veled. De nehogy azt hitt az Isten, csak így azt mondta, kapásból megteremtett tégedet, ott csak legyél, és annyi. Nem, hanem terve van. Terve van veled, drága testvéreim az Úrban. Halleluja. Azt mondja, mindenek előtt bővölködjetek, ez 1 Péter 2.24, ugye gyönyörűen leírja. 1 Péter 2.24. Ezt már az imént olvastam, az a 2.24-et, gyönyörűen leírja, és a János 10.10, én ezt felolvasom nektek, mit ír az ige rólatok, hogy miért jött Úr Jézus Krisztus, és ezt kell elvenni az igében. Azt írja, mindjárt odalapodok a János 10.10-re, és felolvasom. Következőt írja, egy pillanat, ott vagyok. Én vagyok az ajtó, ha valaki ér rajtam, vagy rajtam megy be, üdvözül, és bejár, kijár majd, legelőtt talán. Szóval magyarul, aki Úr Jézus befogadta a szívébe, annak kibejárása van, tudod tovább? A szentélybe odafelé. Amit régen csak a Mózesék tehettek meg, mikor bűnt követtek el, Mózesnak el kellett, ugye elkaptak egy pikát, ugye le kellett vágni a nyakát, a vérét ki kellett engedni, és egy másiknak megint a vérével a szentélybe megkenni, és a pikára ráolvasták mindenkinek az összes bűnét, és Isten így bocsátott meg. De ezt nekünk elintézte Úr Jézus Krisztus, mindörökké ő kipolyatta, mindenki bűnét elvitte, és a szentélybe kárpit ketté hasadt, és a szentélybe bejárásod van. Mit kell ez alatt érteni? Te imádkozol, azt mondja az ige Máté evangéliuma, bemész a legbelső szobádba, és ott imádkozzál. Ott te vagy csak, meg Isten. És ottan, ami fáj neked, vagy a szíved fájdalmai, bármi, és bemész közvetlen Isten elé. És vele tudsz beszélgetni, ilyen nagy hatalmat adott nekünk Úr Jézus Krisztus, dicsőség neki. De azt írja ez a János evangélium a 10.10, 10. fejezet, 10. ige verse, az a tolvaj nem egyéb bért jön, hanem hogy lopjon, öljön, pusztítson. Ez a tolvaj, ez a sápán. Ez mikor megátkodod magad, csucsárló beszédeket csinálsz, bűnökben leledezel. Ő ezért jött, kinyírja az életedet, tégedet is, meg a családodat is. Ő ezért jött,
És bizony Isten ezt engedi, sírő, fáj a szíve neki, de ő engedi, mert ezt azt engedte, ha te bűnbe leledezel, te nyitod ki az ajtót a sátánnak. Nem Isten küldi rád, hanem te nyitsz ajtót. Mindenki annyira van megkötözve az ellenséggel, amennyit kinyitottál neki. De viszont miért jött Úr Jézus Krisztus? Figyeld, mit ír. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjen. Megüresítettem magam, hogy ti gazdagok legyetek. Halleluja! Ezt kell levenned, mert el is kell venned ezt. Nem csak ám figyelj. Uram, hát add nekem ezt. Uram, add nekem azt. Figyeljetek, testvéreim. A Bibliában sehol nem olvastam azt, hogy a csűrgalamb berepült a keresztények szájában. Nem. Egyedül a Ótestamentumban a Mózesék, mikor körbe-körbe jártak, akkor az Úr a mannát leküldte nekik. Ez az egy eset volt csak. De ez Ótestamentum. Mert tudjátok miért? Mert Jézus jött, az már mindent odadott nektek. Már nem kell kérned. Írja egy ige, ha ne kérd azt, ami a tiéd. Figyelj ide, drága testvére. Most képzeld el, hogy mondjuk te vagy az én fiam, és én írok egy örökséget, meg a törvény is úgy van, azt írja az ige, hogy mivel ti fejek vagytok, Isten gyermekei, örökösök is. Na most, ha én nekem van itt 10 házam, és mondjuk te vagy az én fiam, én meghalok, alap szerint te örökölted. Akkor azt már nem kell elkérned, hogy hadd költözzek oda. Megörökölted. Tiedé. Isten gyereke így örökölnek. És erre szeretnélek rávilágítani benneteket, hogy ne a kódosság legyen. Isten mondta, legyen világosság. Ki mondta szájával? Szájával ki mondta, legyen világosság. Lett. Nem hazudott. Úgy lett. Figyelj, menjünk tovább a teremtéssel, mindent nem fogom felolvasni, csak egy-egy szakaszt. Hanem szellem, igen. Isten teremté, mondd el, ki mondta. Mivel Isten egy teremtő Isten, ő teremtett téged. Mit mondott? Teremtek embert, legyen! Lettünk. Itt vagyunk? Itt vagyunk. Teremtő erő volt Istenben. Na de vigyázz, drága testvére. Te, ha Isten gyermeke vagy, a teremtő erő a szádban van. Szádban van a teremtő erő. Mindjártoknak, nekem is, mindjártoknak. De hogyan is van ez? Téged az a kérdés, hogy te ki vagy? Te ki vagy? Mit gondolsz te ott bent magadról? Egy utolsó porzem? Vagy egy utolsó bűnös? Vagy egy utolsó senki? Vagy egy utolsó kódos? Ezt gondolod magadról, az leszel, vagy az vagy. Már. Te. Te Isten gyereke. Te Isten gyereke vagy. Nem mindegy, mit gondolsz magadról. Nem mindegy, hogy mit mondasz ki, mert Isten az ő gyermekeinek teremtő erőt adotta. A nyelvében. És ezt igékkel is alá fogom nektek támasztani. És mindenki, amilyen helyzetben van, saját magának köszönheti. Nem a szomszédnak, és nem az Isten tett téged nyomorúsággá, mikor az életét adta Jézus, hogy ti bővölködj. Erre szeretnék nagyon erősen rávilágítani mindnyájatokat, hogy az életetek változzon meg. Nyissátok ki a fületeket az igére, mondja az ige is, és így kinyitod a szívedet, és ez az ige behatol a te szívedbe, és ezt forgass majd magadba, és az életed meg fog változni. Figyeljetek, megyek tovább. És elmagyarázom, hogy kik vagytok ti Jézusban. Mikor befogadtad Jézust, mind az életed urát, ekkor nem vérből születtél, hanem szellemből. Ekkor te Istentől születtél meg. Van itt valaki olyan, aki nem mondta el a befogadó imát? Van itt köztetek olyan? Nincs. Ugye? Már többször is elmondtam. Nincsen. Figyeljetek ide. Akkor nektek az életeteknek meg kell változni. Figyeld, mit mond az ige. Igével szeretem alátámasztani, mert ha ige ott van mellette, az igaz. Szent és igaz, ezt írja a Biblia. Én felolvasom nektek, kik vagytok akkor, figyeljetek csak ide. János evangéliuma, első fejezet, 12-es, 13-as ige verse, figyelj csak, mit mond. Nagyon figyelj rá, mert ez nagyon fontos. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiai legyenek, azoknak, akik ő nevében hisznek. Ha te befogadtad, Isten gyereke vagy, nem kódus vagy, hanem Istennek a gyereke, ha elhiszed. Ott van az igében, hogy még el is kell hinni. Hit nélkül semmi sincs, tud.
Hit nélkül üdvösség sincs, benne van a római levélben. Úgyhogy a hit az mindig ott kell, hogy legyen a te szívedben. Mert hit nélkül van a kismise, nagymise, nem történik semmi se. Ez a hit nélkül van. Van, akinek szikrányi hite van, nem mustármagnyi, az igaz, hogy a mustármagnyi hited lenne, hegyeket mozdítasz meg. És akinek van hite, minden lehetséges, figyeled ezt a szót? Minden. Lehet neked palotád, lehet új autód, lehet bármi, lehet feleséged, minden lehet férjed, minden, ha van hited. Ezt nagyon vésétek be, mert ez a gyökere, ez az alapja, hogy az életetek megváltozzon. Olvasom tovább ezt a igen helyet, csak közben a széle fújdogálja, visszalapozom. Mert nagyon-nagyon szeretném elültetni valóban a szívetekbe, engedjétek be ezeket az igéket, mert az ige, azt tudom, hogy föl van kenve, itt a ige mondja, nem én. És az elvégzi az életedbe ezeket a dolgokat. A következő 13-as igevers ezt írja, figyelj csak testvérem, aki nem vérből, sem testnek akaratából, sem férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. Figyeled csak! Istentől születtél te. Nem vérből a tested, igen, volt apuka, volt anyuka, ez a test. De itt még egy születésről beszél az Úr. Azt írja a 14-es igevers, figyelj csak! Az ige testélet lakozik mi közöttünk is, látunk az ő dicsőségébe. Mint atya egyszülöttjének dicsőségét. Úr Jézus Krisztus is maga az ige testélet. És azt írja a 13-as ige vers, hogy Istentől születtetek. Figyeljetek! Istentől születtetek. Istentől, nem az édesapádtól, nem az édesanyádtól, ő csak adta a testi születést. De ha te az Úr Jézus befogadtad, akkor te Istentől születtél. Szellemi születés. Semmi nyájunknak szükség van. Szellemileg is újjá születnünk, nem csak testileg. Mert ha szellemileg születsz újjá, akkor vagy Isten gyermeke. Hadd kérdezzem meg, a medve, ha szül egy medvebocsot, az mi lesz belőle? Kisbocs. Na de mi? Azon kívül. Medve, nem? Kisbocs, igaz, medve. Kutya, ha ellik, azt úgy mondják, ellik, igaz? Kutya, ha ellik egyet, mi lesz belőle? Kutya, nem? Na, halleluja. A macska is, ha ellik, mi lesz belőle? Macska. De az nem ellik, fia. Attól fia lehet, így is mondani lehet, úgy is elfogadjuk. A lényeg az, figyelj, az a lényeg, ha te Istentől születtél, akkor te ki vagy? Szerinted. Halleluja, na ez a lényeg itt. Ez a lényeg, hogy te Isten fia vagy. Isten fia. Isten fia. Nem a medvebocs, nem kutyus, nem cica, hanem Isten fia. Nagy fölruházás ez. Megyünk tovább, testvéreim, az Úrban. Isten vagy, én odalapozok, figyeljetek a zsoltárok, mit mondanak. Ezt az ige mondja, nem én. Zsoltárok könyve, 82-es fejezet, mindjárt ott vagyok. Fölolvasom nektek, figyeljetek rá a testvéreim az Úrban. 82-es fejezet, 5-ös, 6-os ige verse. Figyelj csak most, mit olvasom. Mit? Ezt mondja Isten. Ezt figyeljétek. Nem tudnak, nem értenek. Sötétségben járnak, földnek minden fundamentumai inok. Ha sokan járnak sötétségben, mert magukat se ismerik, hogy ki kicsoda, ki kivel van. Figyeld, mit mond a 6-os igevers. Én mondom nektek, nem én, az ige. Isten. Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Amen. Amen, tudsz elmondani? Amen. Ez hittel el tudod venni? Mondj rá egy amen. 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 Halleluja. Isten gyereke vagy. Azt mondja itt az ige, hogy Isten. A medvétű medve születik, kutyátú kutya születik, Istentű Isten tud születni. Nem macska, se kutya, se medve. Igaz vagy nem igaz? Ennyire popon egyszerű. Figyeld! Amen! Megyünk tovább az igékkel, ezt nagyon meg akarom erősíteni bennetek, mert hemzseg a Biblia ezektől az igéktől. Figyeljetek! János evangélium a 10.34 odalapodok. Fölolvasom nektek ezt is,
hogy megerősödjetek ebben. Volt egyszer egy pásztor tanításában azt mondta, mindaddig fogom nektek elmondani, amíg be nem megy nektek. Így mondta ez a pásztor. Itt az a lényeg, hogy engedd be a szívedbe ezt a tanítást, hiszen itt a Szentírás írja, és amit a Szentírás ír, az szent és igaz, ezt ő mondja maga, megint csak Isten magáról. Figyelj, 10. fejezet, 34-es ige vers, olvasom nektek, figyelj csak. Feleli néki Jézus, nincs-e megírva a ti törvényetekbe? Én mondám néktek, Istenek vagytok! Figyelj, János evangéliuma 10. fejezet, 34-es ige verse. Én mondám néktek, Jézus mondta, Istenek vagytok! Hát te gondolod, Isten ott bent nem sír, mikor te nyomorúságban vagy? Mikor mindent neked adott? Te el tudod képzelni, hogy ő boldogabb bent? Nem. Te boldog vagy, ha látod, a gyereked megy tönkre? Nem. Na Isten se boldog. Isten se. De ehhez kell egy nagy hit, testvéreim. Majd arról is beszélünk, halleluja. Hogy ezt vegyétek-e? Ne csak tanítás legyen, és mész az a fele, azt mondod, jó, de jó tanítás volt, nem oda a szívedbe hatoljon be. Ez a lényeg, jó? Megyünk tovább, figyeljetek ide. Római levél, odalapozok, 8. fejezet mit üzen nekünk? Római levél. Igen, nagyon fontos üzenete van ebben is. Azt mondja, 8. fejezet, 16-os ige verse, figyeld, mit mond? Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Itt már megemlíti a szellemet is. Magyarul Krisztus szellemiségébe a te szellemednek bele kell születni. Ha testi keresztény maradsz, akkor nem vagy Isten gyereke. Akkor nem vagy Isten gyereke. Hanem a szellemnek bele kell születnie. Figyeljetek, odalapodok a Galata levélhez. És felolvasom, hogy ő is mit mond nekünk. Galata levél 3:26. Mert Isten ebben nagyon foglalkozik, nem véletlenül van ennyi helyen leírva. Azt mondja a Galata 3. fejezet, 26-os igeverse, mert mindnyájan Isten fiai vagytok, Krisztus Jézusban való hit által. Mindnyájan Isten fiai vagytok, Jézus Krisztus hit által, hiszel Jézusban. Hogy ő Istennek egy szülöpia volt, leküldte ide a földre, ő az életét adta bűnösökért, hogy megmeneküljünk, dicsőség az Úrnak, így szeretett bennünket, és fölakasztották, és a bűnnek a fölakasztása, mi a mi bűneinkkel fölakasztottuk Jézust, és Isten harmadnap feltámasztotta, és ott van fönn a jobbrán, és ő a királyok királya, uraknak ura, kinek a nevére minden tért meghajol. Menjen földön, föld alatt lévő. És mi csak ezt az Istent vagyunk hajlandók szolgálni, senki más. Amen. Tudtok rá ment mondani? Amen. Nem szolgáljuk az ördögöt, csak is Úr Jézus Krisztus. Dicsőség neki. Odalapodok Efézusi levélhez, felolvasom nektek azt is. 4. fejezet, 30-as igeverse, figyeld mit ír. És meg ne szomorítsátok Isten szent szellemét, akivel meglettetek pecsételve a megváltás napjáig. Testvérem, mikor te az Urat befogadtad, ugye már többször is elmondtuk itt, emlékszek rá, nincs itt senki olyan, aki nem mondta volna el, Isten megpecsételt benneteket. Ez olyan, mint régen valaki a tulajdon marája, tudod, egy pecsétet besózott a fülébe. De Isten nem így csinálta, hanem szellemiekben megpecsételt tégedet, te Istenhez tartozol, mert szabad akaratodból behívtad Jézust a szívedbe. Meg vagy pecsételve, szellemiekben, nem tested van megpecsételve, szellemiekben. Nagyon fontos a szellem, ezt hangsúlyozom. Ahol nem szellemi a tanítás, ott nem fog történni semmi, ott van a kismise, nagymise, nem történik semmi sem, mert az ige is azt mondja, 2-3-an összejöttök nevemben, én ott vagyok köztetek, és ha egy akaraton vagytok, és egy hitem már megkaptátok, figyelj, csak múlt idő. És akkor nem szellemiekben vagyunk, hogy csak imádkozunk, eltelik már 5 év, és azt mondod, nincs is Isten, nem történt semmi sem. Nem. Van Isten, a baj mindig az önkészülékében.
önkésülékében van a baj. És pont azért tanítom ezeket, hogy higgyétek el, hogy ti kik vagytok. Hát ha elhiszed, figyelj ide, akkor az Isten is meghallgat téged. A hitetleneket meg se hallgatja, a hitetlenek még csak üdvözülni sem üdvözülnek. Nagyon pontos ez, figyeljetek. 2 Péter levelét felolvasom nektek, mit akar ő nekünk üzenni ebben kapcsolatosan. Igen, 2. levele, 1. fejezet, 4. ige verse. Ezt írja. Amely által megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket. Figyeled csak! Mink már előre meg vagyunk ajándékozva, figyeled? Csak el kell venni. Nem kell kérni, van egy igével, még alátámasztom nektek, mikor azt mondja az ige. Ha ne kérjétek, ha már megkaptátok, hát el kell venni. El kell venni. Nem kódusságot adott az Úr. Azt mondja az igében, ti ember létetekre, ha a gyermeketek kér valamit, ha nem kígyót adtok neki, nem áll. Hát akkor azt mondja az ige, az mennyei atyátok, mennyivel jobbat tud adni nektek. Tudom, ismeritek ezt az igét. Most ezt így képzeld el, hogy annyi jóval el vagyunk már előre látva, nézd meg itt írja az ige. Már előre megkaptok, vigyed. Becses ajándékokat. Megajándékozott bennünket, hogy azok által isteni természet részesei legyünk. Figyelj csak! Isteni természeted lesz, ha te a Szent Szellemmel bepecsételtettél. Az Úr megpecsétel, neked kell megváltoznod, hogy szellemi légy. Ez mindenki észre fogja venni rajta, mindenki. Először belülről változik meg az életed, megváltozik a gondolkodásmódod, mert az ige is azt mondja, hogy tisztuljon meg az elmétek is, akkor nem azon gondolkodom, mit csinált a szomszéd, kit, hogy kéne becsapni, kivel kéne lefeküdni, mit kéne csinálni, hanem Istennel beszélgetsz. És akkor az áldás jön az életedre. Halleluja, amen, mondatok magatokkal is, nagyon örülök neki, dicsőség az Úrnak, és ha hiszitek, higgyetek, így lesz. Nem azért jövünk ide, hogy csak dicsérjük az Urat, egyrészt azért jövünk, igenis, mert dicsőítésben lakozik, hanem, ha nincs tanítás, elvész a nép. Ezt vedd el most! Ne úgy menj oda, ó, de jó tanítás volt, ezt még nem hallottam. Hanem azt úgy vedd el, hogy a szívedbe most ezek bemennek, ezek az igék, testvérem, az Úrba. Akkor hidd el, hogy lesz változás az életetekben. Megyek tovább. És erről még ír az 1 János is, ezekről a dolgokról. Mindjárt odalapodok nektek, azt mondja, hogy 3. fejezet, 1. ige verse, felolvasom nektek, figyelj csak, drága testvéreim, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ennyire szeretett minket. Ha nehogy elhitte, hogy te egy utolsó senki vagy, egy utolsó féreg vagy, hát ilyet ne engedj be, mert nem az vagy. Isten gyerekei vagytok, és ha Isten gyerekei vagytok, örökösök, nem farok vagy, hanem fej vagy. Amen, mondj rá, amen. Ezt nyomjad be oda a szívedbe, mert ez vagy, drága testvérem, ez vagy. Itt sehol nem írja a Biblia, hogy ti kevesebb lennétek bármitől is, hanem azt írja, nincsen se görög, se zsidó, se cigány, se magyar, egy. Jézusban egyek vagytok, amen, ezt vedd el. Szól ez a mikrofon? Szól. Halleluja, jó. Drága testvéreim, az Úrban, megyünk tovább. Isten életet és teremtő erőt adott az hátokba. Figyeljetek. Figyeljetek ide, mert ezt is elkövenned egy teljes csomag, hogy mindent értsél. Neked a szádba helyezte, amit akarsz. Már ott van a te szádban. Terensd meg a száddal. Bármire szükséged van, a száddal teremted meg. Figyelj, testvérem! A teremtő erő benne van a szádban. Száddal megteremted a gyógyulást. Száddal megteremted a betegséget. Száddal megteremted a kódusságot. Száddal megteremted az átkot. Minden a te szádban van helyezve. Minden. Az a kérdés, te mit akarsz elvenni? Hát, hogyha nyavajogsz, mindig a rosszat mondod, nekem itt fáj, ott fáj. Hú, de szegény vagyok, hú, de szerencsétlen vagyok. Akkor az lesz. Értelemszerűen az lesz. Értelemszerűen. De azt mondod, Uram, én Isten gyereke vagyok,
Köszönöm, hogy te így felruháztál engemet. Én most elveszem, atyám, hogy te küldöd nekem a gyógyulást, mert már rég meggyógyultam Jézus sebeiben, és gazdaggá tetti engemet, ezért üresítetted meg magadat. Amen. Na, erre mondod amen. Figyeljetek ide ezeket az igékkel. Példabeszélek 16-23, mindjárt odalapozunk, és felolvasom, hogy igenis, mit helyezett a szánkba az Úr. Nagyon fontos, hogy legyen mellé egy ige. 23-as, 24-es igevers. 16-as, igen. 16-as fejezet. 23-as, 24-es igevers. Olvasom, figyeljetek ide, mit mond ez az ige. A bölcs szíve értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain gyarapítja a tudást. Szóval magyarul, magyarul a te szádba bölcsesség van. És olyan beszédeket beszélsz, bölcs beszédeket. Ha te kinyitod a szádat, az olyan legyen, mint egy kincses láda. És Efézus 4.29 azt írja, csak építő szavak hagyják el a szádat. Figyelj! Ha te a másikat is dicséred, magasztalod és áldod, mint te látszál vissza. Az a te vetésed, de a te aratod le. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Itt kell átformálni a gondolkodás módunkat. Figyeljetek a 24-es igevers mit mond, mert nagyon jó. Ezt mondja. Lépes méz, gyönyörűséges beszédek. Édessek a léleknek, építő, ha valakinek azt mondod. Nem egy utolsó gazember vagy, drága testvérem, te Isten gyereke vagy, Isten sebeiben már meggyógyultál, Isten neked gazdagságot adott. Na ez a léleknek építő, igaz? Mikor azt mondanák, te utolsó félek, a múlt héten is elcsúsztál, most is elcsúsztál. Na ez a kárhoztató beszéd. Ilyet nem mondhat senkinek sem, hanem imádkozol érte. Mert te látszál vissza, meg arra, aki amúgy is bűnös, kinyitotta az ajtót, és ez nem építő, abszolút nem. Hanem azt írja az ige, még nincs vége, léleknek, és figyelj, gyógyulás a testnek, halleluja, figyelj! Halleluja, te nyelvedben van a gyógyulás, és figyelj, majd több helyen igazolja. Amen, halleluja, nagyon fontos. Megyek tovább, figyeljétek, példabeszédek, 15-ös fejezet, 4-es igeverse. Szeretném nektek felolvasni, miket mond ez. Figyelj csak! Nyelv szelítség az életpálya. Szelíd a nyelved, hosszú életed lesz. Mert az egyik ige azt mondja, az élet derekán nem hallhatsz meg. Akkor fiatalon valaki elmegy, az nem az Úr tudott, az Úr fölvitte, nem. Az ördög elkapta, az vitte. Figyeld, nincs vége ennek a igeversnek. Az abban való hamisság pedig a szellem gyötrelme, mikor gyötrelődsz, nem jó mennek a dolgok, gyötrődsz belül, leszed magad, marad magad, ez az ördög. És figyeld, mit így? És a nyelv szelítségben a gyógyulás ereje van. Amen. Amen. Ha megint a gyógyulás. Itt meg kell, hogy jegyezzem, az angol fordítás írja így, a mi fordításunk nem írja ki a gyógyulást, hanem orvosságot ír. Szóval nem tökéletes a magyar fordítás, arra akarok utalni. Még felolvasom nektek a 12.8-at szintén a példabeszédekből, mert ugye a bölcsalamonról mit tudni? Ő kapta a legnagyobb bölcsességet. Ő ez a bölcsalamon Istenhez imádkozott mindig bölcsességét. És Isten azt mondta, én megadom neked a bölcsességet. Drága testvérem, áldjon meg az Úr benneteket, gyertek bejebb. Örülünk ám nagyon, hogy itt vagytok. Ó, drága testvérem, meg akarlak ölelgetni, örülök, hogy látlak. Gyere ide, hadd ölelgetek már. Nagyon örülök neked, hogy itt vagy. Örülök, hogy köztünk. Most már nagyon jó, hogy itt most meglátok. Jó vagy? És minden. Jó vagy, jó van, akkor hallgass az igényt. Jó, hadd menjem be a szívembe. Örülök nagyon, hogy itt vagy. Most már még jobban érzem magam. Idáig se éreztem rosszul, de most határozottan jobban érzem magam. Dicsőség az Úré. Ott van a kedvesed, és örülök neki, jó van. Figyeljetek ide, testvéreim. Azt mondja a példabeszédek 12.8, ezt figyeld.
Az ő bölcsessége szerint dicsérettetik a férfiú, de az elfordult szívő utálatos lesz. Szóval magyarul, akinek a szíve elfordult az Istentől, az utálatos lesz. Szóval Isten a szívünket akarja, Isten a szívünket kéri, nem a testünket, hanem a szívünket. És a 18-as igevers, figyeld meg, én mit ír, figyeljetek ide, testvéreim. Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőr szúráshoz. Ez az átok, mikor átkokat szóljuk ám ki, mikor egy átkot valakire kimondasz, fogja az ördög a nyílveszőjét, és bement. És ez rendesen a testbe fájdalomként fog ez jelentkezni. Bent vannak a nyílveszők. Írja a Biblia is az átok, a nyílveszőket szólja ki, sátánnak jogot adta, hogy a nyílveszőt is belelője, és ott azon a területen, azon fájdalommal, volt-e valaki hirtelen, mennyilag ott a szíve? Vagy bá... Én hiszem, hogy már mindjárt jártatok így. Na ilyenkor valami átok oda be, hasítok. Figyelj ide! Még olvasom tovább ezt a igeverset, amit elkezdtem, 12-18, csak közben itt ne fújj a szél, azt mondja. Aki beszél hasonlókat, tűrszúráshoz. De a bölcseknek nyelve orvosság és gyógyulás. Szóval magyarul megint mire gyukadunk ki? Ha te csak jót mondasz valakire, az gyógyulás, gyógyulás és gyógyulás. És visszatérek a bölcs Salamonra, aki imádkozott az Úrhoz folyamatosan, Uram, adj nekem bölcsességet. És csak bölcsességet kért. És az Úr megadta, figyelj, és azt mondta neki, adta neked bölcsességet, most már adok egy nagy gazdagságot is. Mert még ahhoz is bölcsesség kell, hogy a sok milliót mire költenénk. Az Úr nem adja. Figyeljetek ide, a tévében egyszer volt, akik ilyen hirtelen meggazdagodtak, mindenkivel beszéltek, voltak ilyen a ki mit tud, bárjon meg az Úr testvérem, gyere beljebb, hallgasd a tanítást. Jó, hidd el, hogy építő lesz számodra is. És a lényeg az, hogy figyelj, akik hirtelen meg a kódusabbak lettek. Mert az az ördög tű van. Hirtelen meggazdagodok, ott megvizsgálom, mondja Isten. És akkor az ördög tesz téged gazdaggá, nem egyenes úton, a dupláját elveszi. Mert az nem azért adta, mert szeret téged. Azt csak a mézes madzag, tudod. Ez olyan szokták mondani, amikor vállalkozó vagy és a mókus kerékbe vagy. Egyszer lent, egyszer fönt, egyszer lent, egyszer, de a legvégén lent. És akkor elrabolt tégedet a feleségettől, a férjettől, a családottól, mert reggeltől estig már dolgozol és hajtod a lóvét. Ez a mammon szellemisége. Erre is vigyázni kell, ha megy a szekér. Mindig meg kell kérni, Uram, te mit akarsz? És akkor tudod, ebben az esetben sokan már nem járnak gyülekezetbe se, hát dolgozni kell menni. Mert ha nem megyek, nem fizet ki a vállalkozóját, már sokat hallottam. Ismerős bólingattok többen. Akkor is első az Úr legyen neked, mert az Úrhoz imádkozod, majd a szívére helyezi annak az embernek. Higgyétek el. Ha nem egyet csináltunk. Én bármi van, mindig imádkozok előtte. És az a tudja, az Úrra van bízva. Ha nem úgy van, akkor nem volt az Úr akarat, akkor meg mit görcsölsz? Ha mit görcsölsz? Isten gyereke vagy. Ha mindent megörököltél, ugye? Előbb erről beszéltünk. Akkor vigyük az Úr elé. Figyeljetek, a Lukács leveléhez odalapodok. Mit mond a Lukács levele nekünk? Ezt azért mondok ennyi igét testvéreim nektek, hogy ez az igék behatoljanak a ti szívetekbe, mert ti ezek vagytok, amit itt ez az igény felmond. Azt mondja Lukács 20:36. Fölolvasom nektek. Figyelj testvérem! Mert meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és az Isten fiai, mivel ott feltámadásnak fiai. Magyarul, ha te befogadtad Úr Jézust, ha szellembe beleszülettél, Istennek a gyereke vagy, téged már halál nem fenyeget, ha le is teszed a testedet, te ma oda pörvisz az Úr. És olyanok lesztek, mint az angyalok, itt írja az igen. Mert örökösök vagyunk. Mi fejek vagyunk, nem farok. Mi nem utolsó férgek vagyunk, hanem Isten gyerekei. És Isten gyerekei mindenkit szeret, és ezáltal mi vagyunk az örökösök is. Hogy nem kódosságba kell lennünk, mert Isten már nekünk adta. Nekünk adta. Itt ez a lényeg, figyelj, ezt kell elvennünk. Ezt kell elvenni a római levél, odalapodok, ő is ír ezekről a dolgokról. És felolvasom nektek, római levél 8.14, 8. fejezet, 14-es igevers. Mindjárt ott vagyok, már lapozom is. Oké, felolvasom nektek, azt mondja, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai.
Már az imént beszéltünk róla, hogy szellemiekbe bele kell születnünk, Krisztusba, szellemiek leszünk, Isten gyerekei leszünk, és mikor szellembe beleszülettünk, Isten rendesen beszélget. Így, mint most mi beszélgetünk. Isten így beszélget. Bemész a legbelső szobádba, nincs munkahelyed, vagy nincs ez, nincs csak, Isten elkezdett beszélgetni. Uram, adj nekem egy új munkahelyet. És akkor Isten válaszol neked. Van akinek álomban, van akinek látomásban, van akinek igét helyez a szívén, az neked szól, elolvasol. Van, aki rendesen hallja a hangját. Ez a szuverén, ez a Isten tükrű. Meg te mennyire tisztítottad meg a te edényedet, hogy a te szellemed bírja venni a szellemit. Mert ha testi vagy, nem tudsz Istennel beszélgetni, mert Isten szellem, és ő a te szellemeddel akar beszélni. Ezért kell beleszületni. Ez nagyon-nagyon pontos, hogy ezt is tanuljátok meg, és utána jönnek azok az áldások maradéktalan, amit az Úr ígért, mert ő nem ember, hogy hazudjék. Azt mondja, döntés a tiéd, nem Isten dönt, hanem te döntesz. Figyelj, odalapozok a példabeszédek leveléhez, ezt olvasom nektek, hogy ő mit üzen nekünk. Példabeszédek egyébként nagyon jó, tanácsolom, aki a Bibliát olvasgassa, példabeszédeket olvasson, mert a bölcsalamon ezeket mind megkapta. És itt olyan bölcseletek vannak, nagyon építő. Azt mondja, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Figyeld, mit kaptál? Itt te döntötted. Így van, nyelved, jó kis nyelved. És benne nagy hatalmad. Ott van az életed, ott van a halálod. Ez nagyon jó. Mikor átkozódsz, vagy szítsz valakit, vagy én szerencsétlen vagyok, én ilyen hülye gyerek vagyok, ó, te fiam, de hülye vagy, ha látod, megint ne cseszted. Figyelj, úgy leátkoztad magad és a családodat, hogy esélyed sincs arra, hogy áldásba kerüljél. Ilyenkor persze nincs baj még, mert megvallod, oldáskötés hatalmát az Úr odat, ezt a szellemiséget le kell vágni az életedről, és azt mondja az ige, kígyókon, skorpiókon taposunk, és nem árt nekünk. Mert a bátorság szellemét kaptuk, és nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Akkor Úr Jézus befogadod, ott már nagyobb lakodik benned, mert te Isten gyereke vagy. Amen. Na erre figyelj oda, ne hagyd, hogy az ördög kimondassa veled. Te ilyen hülye vagy, te olyan szerencsét vagy, te ilyen kódus vagy, te semmire se viszed. Puff, kész, már egyelő halállal. Figyelj, még egyszer felolvasom. Mind a halál, mind az élet nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Magyarul, amiket kimondtál, azt te le fogod aratni. Le fogod aratni. Áldást beszélsz, téged szídnak, te áldod. Áldja meg az Úr őt. Halleluja. Te ne avval foglalkozz meg, mit mondott a szomszédasszony, mit mondott a harmadik szomszéd, hanem azt mondod, áldja meg őt az Úr, és az áldást te rád száll vissza. Én ezt kívánom nagyon nektek, hogy ezt vigyétek be az életetekbe, meg fog változni az életetek, ezt Isten mondja, nem én? Ezt Isten mondja. Másképp nem, figyeljetek ide, megyünk tovább. Isten nem fogadja el eldönteni, ő már meggyógyított, figyelj. Még a gyógyulás is a te nyelvedbe lett helyezve, figyelj. Még a gyógyulás is a te nyelvedbe van. Mert ez igéke, azt mondja, szabad akaratot adott az Úr. A tékozló fiú esete Lukács 15. fejezetben, 11-es verse 32-ig végigír. Mi is történt ott? Kikérte a vagyont a tékozló fiú? Elherdálta. Mondhatnánk mostan. Elflipperezte, elkaszinózta, elkábítószerezte, minden. Elment a pénz, kódos lett. Azt mondja az ige, nem volt neki már moslékot ennie sem. Figyelj, de milyen jó Istenünk van. De a döntés neki kellett meghozni, figyelj. Isten nem dönt helyetted, mert szabad akaratot adott, ezt kell tudomásunk venni. És azt mondta ez a tékozó fiú, mikor már moslékot se bírt tenni, annyira kódos lett. Visszamegyek az atyámhoz, és megmondom neki, hogy jó lesz nekem ottan böllér, nem böllér, kondásnak, az a disznópásztornak is, és legalább együtt hadd egyek a disznóknak a moslékából.
ennyire éhes volt, és ment, hozott egy döntést vigyett. És Mád atya messziről látta, és örült. Nem így fogadta, vigyed Isten. Ide figyelj, te utolsó gazember. Elvitted az összes pénzt a háztól. Most ide jössz egy darab bronzruhába. Ha nem szégyeled magadat. Na majd megnézzük egy évig, mi lesz belőled, azt majd meglátjuk. Nem ezt mondta az atya. Figyeld ezt a szeretetet. Drága fiam. Megölelgette. Megölelgette őt. Megpuszígatta őt. És azt mondta, az én fiam újjá született. Mert visszament Istenhez. Mert figyeljetek ide, mindjárt Isten jöttetek ám, azt jóval tudod. Mert azt mondja az ige, a föld még meg sem volt, mikor ti már mindjárt készen álltatok. Ti Isten jöttetek le, nekünk oda kell visszatérni, mindjárt kivétel nélkül. Nagy áldás fog az életetekbe jönni. És megpuszígatta, és azt mondta, az én fiam megtért. Az én fiam újjá született, mert az atyához visszament. Megölelgett őt, figyeljetek, mi van az ige, milyen szeretet van az atyának. És visszahúzta a pecsétet neki. Tudod, mi a pecsét mit jelent? Visszahelyezte ugyanabba a pozícióba, hol volt. Nem azt mondta, majd ülj le, megnézzük, mi lesz belőled egy év múlva. Abba a pillanatban visszahelyezte ugyanabba a pozícióba. Úgyhogy a döntést mindig te hozod meg. Isten nem fog helyetted döntést hozni, ha te kódos akarsz maradni, sajnos ő sír, de engedi, hagyja. Mert te tetted magad kódussá, nem az Úr. Neked kell a döntést meghozni, hogy én atyához megyek, és szellemiekben beleszületek, majd erről is akarok beszélni. Megyek tovább, testvéreim. Azt mondja, a gyógyulás és betegség belülről jön. Figyelj ide, felolvasom nektek a Máté evangéliumát, 15. fejezetét, mert jó, ha ezt is helyre tesszük, mert én úgy tapasztaltam a gyakorlatban, hogy nagyon sokan téves gondolkozásban vannak ezzel a betegséggel is. Felolvasom nektek, hogy mit mond maga Úr Jézus Krisztus. Mindjárt közben itt a szél fúj abrómalról, 11-es fejezet. Vagy nem, 15-ös fejezet, 11-es igeverse. Figyeljetek, testvéreim, ez nagyon fontos, betegségről beszélünk. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Lemondd azt, mikor te megfáztál, elkaptam a vírust. Én azt szoktam mondani, nem elkaptad, hanem bekaptad a sátán csaliát. Tudod mi? Mert egy szellemiséget beengedtél, mondjuk besértődtél, vagy bármi, kinyitottad a szellemvilágban az ajtót, bement az a szellemiség, és ment vele a vírus is, aki a testedet elkapta. Tudjátok, mindjárt még egy igét mellé kell, hogy tegyek. Jézus Krisztus elment a Péter anyósához, és azt írja az ige. A Péter anyósát hideg lerés rázta. Mit mond az ige? Oda ment Jézus, és a hideg lelésnek a szellemét kiűzte belőle. És abban a pillanatban jó lett a anyósa és szolgált beléjük. Értitek? Bármilyen betegség egy tisztátalan szellemtől van. Nem elkaptad, hanem bekaptad a sátán csaliát. Vagy így, vagy úgy, besértődés, megbocsátatlanság, féltékenység, aztán figyeld, hosszú ez a lista. Hosszú ez a lista. Rossz gondolat ehhez, nem kell, hogy te figyeld, nem kell, hogy elvégezd azt, hogy valakit megcsalsz. Azt mondja Jézus, ha már olyan gondolattal nézel rá egy hölgyre, parálna gondolattal, már bűnös vagy. Magyarul, kinyitottad az szellemvilágban az ajtót, a parálnaság szelleme bement ide, elkapta a nemi szervnek az irányítását, és onnétól ő irányít tégedet. Ha így van az, hogy megcsalod a másikat. Egyszerűen vágyódásod van rá, hogy megcsalt. Van, aki azt mondja, hogy feszült vagyok, összevesztem vele, nekem valahol le kell vezetni, ott megmagyarázok, hogy mi. Hát látom, többen bowlingatok, ismerősen. Tudom, miről beszélek, testvérem. Én se voltam szent ember, hanem ugyanilyen voltam én is. De közben ezt a Biblia leírja, hogy tarts tisztán az elmédet, minden Isten ellenes gondolatot vetíts ki onnét.
Állj ellene, nem is azt mondja, hogy onnét vesz ki, állj ellene. Magyarul, mikor jön a kísértés, te már ellene állsz, te Isten gyereke vagy, tudod neked mit kell mondani? Sátán, talpam alatt vagy, takarodjál. El kell, hogy menjen, és nem tolhatja be a rossz gondolatok neked. Ha már kint van, ha bent van, akkor hiába mondod neki. Tudod, ha én valakit beengedek, nagyon nehéz kitessékelni. De belülről mondani, könnyű neki mondani, ő kopog. Csak kinézek, na lehet tovább menni. De így kell bánni a sátánnak. Higgyétek el, ez így kell csinálni. Mert ha nem így csinálod, az megkötöz téged, mikor mondja, hogy meg vagy kötözve. Aki alkoholista, meg van kötözve az alkohol szellemébe. Annak muszáj az utolsót is elissza. Hát aki, ami bűnben van, az a meg van kötözve. És meg kell, hogy szabadulj tőle, Isten megszabadít, elmondom neked, mint a dékozó piót is. Te döntést meghoztad, megvallottad, és ki kell üzni, és kitakarod ott az életedbe. Ez így működik. Mert azt mondja az igeik küldte el a tanítványaitok. Tanítványait, menjetek el, ördögöket üzzetek, halottakat számoztatok, betegeket gyógyítsatok. Ez egy csomag. Komplett csomag. És így komplett megszabadultál, betöltekező szent szellemmel szellemi leszel, és utána a betegség is takarodik. Amen, halleluja, ezt csinálták a tanítványok is. Figyeljetek, mondom az igéket tovább. Azt mondja, a Jakab levele, még felolvasom nektek, mert a Jakab levele is nagyon-nagyon nagy információt, mindegyik nagyon kulcsige, de a Jakab levele is erről ír, figyelj, a betegségről, és ez nagyon jó, szeretném nektek felolvasni, hogy értsétek, itt semmiféle vírusokat nem kapsz el, hanem a sátán csalihát kapja be az ember. És mindjárt odalapodok a Jakab leveléhez, az a első fejezet, 12. verse, olvasom, figyeljetek ide testvérem az Úrban. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját. Örök élet. Megyünk föl. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Amit az Úr ígért, azt ő szeretőknek. És ezt az Úr ígérte. Senki sem mondja, figyelj, mikor kísértetik, hogy Istentől kísértetett, mert Isten gonoszsággal nem kísértet. Nem Istentől van a rossz gondolat. Nem. Hanem az ördögtől. Maga pedig senki sem kísért az Úr. Nem. Ez csak megint csak az ördög. Ha nem mindenki kísértetik, amikor vonja, édesgeti, figyelj, tulajdon kívánsága, aztán a kívánság testben megfogantatván betegséget, halált nem. Figyeled? Máté evangélium már ez mennyire ráül a Jakab levele, mikor írja. A te kívánságodat beengedted, testedben megfogantatván betegséget, halált nem. Így jön a betegség, így jön a halál. Így jön a betegség, így jön a halál. És nem Istentől van, hogy itt mondja, ő nem kísért tégedet, hanem az ördög. Meg a te rossz gondolatoddal még becsalogatod. Ő csak bekísért először, hogy te beengedted, bent van az életedben. És mint mondtam, annél bentről már nehezebb kituszkolni, mint egybe azt mondja meg, hogy takarodsz. És el kell, hogy menje, mert te Isten gyereke vagy. Hatalmasabb az, aki benned van. Vedd el hittel, amen. Amen, amen. Ezért beszélünk erről, hogy ebben megerősödjetek. Életnek és a halál a te szádban van. Ezt már még egyszer nem olvasom, példabeszédek levele. Ha valaki halott, a te beszédeddel eldöntheted, figyeld, éljen vagy meghaljon. Figyeld csak ide. Figyeld ezt a tanítást. Ha valaki halott a családba, még te eldöntheted, hogy éljen vagy meghaljon. Figyeled? Majd mindjárt igével támaszok ezt alá. Ha azt mondod a testnek éljen, élni fog. Ha azt mondod, hogy halljon, meg fog halni. Mert hatalmat kaptál nyelvedben. Még ezt is te döntöd el. Ezt is te döntöd el. Ezt mindjárt igét fogok erre felolvasni. Mert te teremtő vagy. Te Isten vagy. Teremtő erő a szádban van. Ezt már tisztáztuk. Mivel a szádban van a teremtő erő, a hatalom, a gyógyulás, a betegség, a feltámasztás is a szádba helyezte az Úr. Azt kapod, amit mondasz.
Ha azt mondod, beteg vagy, beteg leszel. Ha azt mondod, meggyógyultál, meggyógyult. Ha azt mondod, szegény vagy, szegény leszel. Ha azt mondod, gazdag vagyok, gazdag leszel. Amen. Az a baj, hogy érzéseidre figyelsz, és nem a láthatókra. Vagy nem a láthatóra, láthatókra figyelsz. Érzéseidre és a láthatókra. Mi is ez? Jön egy érzés, ahová a térdem. Az Úr nem gyógyított meg engemet. Láthatókra figyelsz, ha nézd meg, már 2 forintunk nincsen már 3 hete. Ha milyen gazdagságról beszél ez? És kimondott? Kimondott. Ha nem arra figyelsz, most milyen helyzetben vagy, hanem arra figyelsz, Isten mit ígér neked? Gazdagságot. És gyógyulást. Erre figyelj. Nem a láthatókra, nem a testi érzésekre, mert a lélekhez tartozik, figyelj ide, az érzelem, értelem, akarat. Ez a lélek. És a Bibliában azt olvassuk, ne lelki testi keresztény légy, hanem szellemi, ezt már az imént kiveséztük, hogy bele kell születnünk a szellembe, Isten gyerekei vagyunk, Istene beszélgetünk. És az mindent odadott nektek. Mindent odadott nektek, a sír, mikor kódosságot lát, aki befogadta az Urat, és szegénység van körülötte. Mert ez nem áldás, higgyétek el. Menjünk tovább. Mert nagyon komoly igét, most a halálról beszéltünk. Az a szellemi nem sértődik be. A baj, amit látsz, vagy érzel, kimondod a száddal. Ez a nagy baj. Ez a nagy baj. Figyelj ide. Látod azt, hogy milyen körülmények között vagy. Látod azt, hogy ő beteg. Hát nem mondod ki, mert ha kimondod, jön egy beteg, látom, beteg vagy. Ha még meg is erősíted. Ebben nem segítettél neki, nehogy azt hitted, testvérem. Ó, drága testvérem, hamarosan meg fogsz gyógyulni. Percek kérdése, mert az Úr már rég meggyógyított, csak a hitedet enged be. Megbíztatod őt. És kimondatod vele. Mert teremtő erőt kaptál szádba. A teremtő erő a szádba van, és a száddal mondtad ki a dolgot, a sok-sok átkot, sok-sok nyavaját, sok-sok betegséget magammal. Én olyan szerencsét vagyok, a nagyapám is rákos betegségbe halt meg 42 évesen. Figyelj, nem egy esetünk volt, 42 évesen rákos beteg lett az a hölgy, az megkérdeztem tőle az ősökrű meséjét. Hát a nagyapja halt meg 42 évesen rákos betegségbe. Azt a szellemiséget benyelte meg az időpontot is, 42 évesen ő is rákos beteg lett. Elmagyaráztam neki, most megvallod, oldáskötés hatalmát, megkötözzük a rákbetegségnek a szellemét, és kiűzzük a te testedből. Hiszed? Hiszem? Na akkor most megcsináljuk. Megcsináltuk, és kértük az Urat, Uram, te gyógyító keneteddel töltsd be őtet. Csak ennyit mondtam, meggyógyultam. Figyelj, én otthon voltam Veresegyházán, ő meg a tüdőgondozóban. Ez volt hétfőn, szerdán már jött a imacsopjukba, semmi baja nincsen. Amen. Így működik Isten. Így működik Isten. Teremtő erőt adott a szánkba, de nektek is ám. Csak hittek kell venni a jót, nem a rosszat mondogatni. Ne a valóságra figyelj. Ha mindig azt mondod ki, akkor örökké úgy maradsz. Ha mindig azt mondod ki, na szerencsétlen vagyok, nyomorúságos életem van. Hát akkor hogy akarsz változni, mikor még megerősíted azt a szellemiséget, hogy rámenjen a családodra és életedre. Menjünk tovább ebben, mert itt arról beszéltünk, hogy még a halottat is föl tudott támasztani. Figyeljetek, ne menjetek el, nagyon nagy tanítás van ebben, hallgasd végig. Én odalapozok a egy királyok könyvet, mert amit kimondunk, az fog megtörténni. Nem szabad kimondani a betegséget, a szegénységet, mert meg lesz, ne erősítsed meg. Ez olyan, mint mikor az orvos azt mondja, figyelj ide. A tévé szokta hirdetni, parlagfűveszély, ez a gyógyszer jó rá. Figyeljetek ide, drága testvérem, aki idősebb, azt tudja, ilyen betegség soha nem volt. Soha. Soha nem volt. Aki idősebb, ezt tudja, nem volt ilyen. Ezt kitalálta a sátánnak valamelyik embere, és tévé, rádió hirdetik, reggel főkezd, püszkölsz egyet, kettőt, hármat, amivel semmi baj nincsen. Há, igen, parlagfű van, én is elkaptam. Amit ide betették, annak a szellemiségét beengedted, elmész az orvoshoz, szeded a gyógyszer. Ők meg ebből meggazdagodnak, meg a gyógyszergyártó cég minden. Neked van egy Istened, téged egészségesnek küldött el, és ezt kell neked elvenni. Ezt kell elvenned. És így tudsz meggyógyulni. Azt mondja az orvos neked, figyelj csak ide, testvérem. Élő példákat mondok, ami megtörtént velünk is.
jön egy hölgy, sír engem, pölhív, vagy sír a telefonba, pölhív engemet. 7 gerincsérve van. Azt mondta az orvos, hogy ebből nem gyógyul meg, vegye meg heteken belül a tolókocsit. Tudok-e segíteni? Mondom, tudok. Gyere el hozzá. Eljött hozzá. Elmagyaráztam neki, hogy amit beütnek az elmédbe, és te benyelted, abban a pillanatban az a betegség majd ott is lesz. Időkérdése, vagy egyből, vagy egy hét múlva, vagy 2 hét múlva. És ez maga alatt volt ez a nő. 40-valahány éves volt. Figyelj, de elmagyaráztam neki. Mondom, hiszel ebbe? Hiszel Istenbe? Hiszek. Mondom, figyelj, Isten már a betegségedet elhurcolta. Most megvallod és megkötözzük ennek a betegségnek a szellemiségét, még az orvos is ráfejelt, hogy ebből nem lehet meggyógyulni, ő benyelte. Figyelj, az orvos nem Istennek az embere. Az beszél mindenféle más dolgot, amit őnek is betanítottak a 8 év alatt. De Isten más mond. Te Istenre hallgassani az orvosra. Mert azt mondja az ige, elment az orvoshoz, vagyonát eladta, mindet rá magára költötte, mégis meghalt. Ezt írja az igevers. És ez így is van. Nem az orvos gyógyít téged, hanem Isten és a te szád. Figyelj testvérem, elmagyaráztam neki, megkötöztük ezt a betegséget, kihagytattuk ezt a szellemiséget, és igenis Istennek a gyógyító kenete, amit ír a zsidó 4.12, hogy a szellemnek, léleknek, időknek, velőknek elosztásáig megy végig a gyógyító kenet. És ez a nő, mazott a vállalkozó, a mátrát megmászta, semmi baja nincsen. Semmi baja, testvére. Semmi baja nincsen. Amen. Na ilyen az Úr. Csak hittel el kell venni. Hittel el kell venni. És így van a teremtő erő a szádba, figyeld. Hamarosan odalapodok arra az ige helyre, azt szeretném nektek felolvasni mindenféleképpen. A 2 királyok megvan, igen, mindjárt odalapodok, figyelj, hatalmas nagy tanítás van ebben. Szeretném, ha végighallgatnátok, mindjárt ott leszek. Hó, brutális, figyelj, még a halottat is fel tudod támasztani. Ezt figyelj, tudod, mit mondod, igen, figyelj csak. Jézus, mit mondod? Menjetek, ördögöket üzzetek. Halottakat támaszhatok. Tatány. Kómás, akik a kanócok tartották életbe, egy imádságra másnap őket a kórházba. Ott se voltam. Imádkoztam, hittem. És őket másnap hallott. A veséje le volt állva, mert patkánymérget evett, öngyilkos akart lenni. Torka el volt vágva, hallod, enni se tudott, csontváz volt. Mert rá egy hétre a lánya behívott, hogy menjek be a kórházba is. És akkor láttam, se beszélni, semmit nem tud, se semmi. Figyelj, 2 hónap alatt fölült, fölépült, rendesen úgy nézett ki, mint én, rendesen összeszedte magát, befogadta az Urat a szívébe, elhitte, amiket én mondtam neki, és fölépült. Azóta is jó van, az orvosok lehidaltak. Hát egy vese, mikor tönkre megy, az soha nem gyógyult még meg. Hát de itt Isten van nekünk, de álljunk már meg egy kicsit. Az orvos az olyan ember, mint te. Nem Isten. De te befogadtad az Urat, te Isten gyereke vagy, vigyázzál, hatalom van a szádban. Amen. Hatalom van a szádban. És figyeljetek ide, nem egy kómás tatabányára, imádkozzak én, te imádkoztam, figyelj. Másnap jön a telefon, D-be, fölébredt az ember. Dicsőség az Úr, ilyeneket csinál az Úr. Egyszer ott leírta az igébe, hitte, vedd már el, hogy mi van a nyelvedben, ne csak magadat átkozzad, hanem mondd a sok jót ki magadra, a családodra, és még a szomszédra is. Hadd legyen neki is jó dicsőség az Úrnak. Figyeljetek ide! Igen, lapozok oda. 2 királyok. Hú, ezt szeretném felolvasni ebbe, oj, de nagy tanítás van benne. Ott vagyok mindjárt 4. fejezet. 4. fejezet 8-as ige versével kezdem, és megkérlek benneteket most nagyon ezt türelemmel, hallgassátok végig, 2, nem is, igen, királyok. Hol vagy már, drága? Igen, mindjárt ott vagyok, 4. fejezet, 4. fejezet megvan. Na figyeljetek ide, drága testvérem, ebben milyen tanítás van. A halottat is föl tudod támasztani bármelyik költök. Figyeljetek ide. Mi van a mi nyelvünkben?
Elizeus egy sunemi asszonynak a fia. Ez egyébként az angol fordításban sumér. Az a jelentés, hogy csumér. Miért mondom ezt, hogy csumér? A magyaroknak az ősei azok a sumérok voltak. De ez csak egy megjegyzés. És történt ebben az időben, hogy Elizeus Sunembe ment, ott volt egy gazdag asszony, aki tartóztatta őt, hogy nála egyék kenyeret. És lőn, hogy valamikor csak arra járt, betért oda, hogy kenyeret egyék. És mondta az asszony a férjének, figyeljetek. Íme úgy veszem észre, hogy az Isten embere, aki szüntelen erre jár által, szent ember ez. Csináljunk kérlek egy kicsin felházat, tegyünk abban neki egy ágyat, asztalt, széket, gyertyatartót, mikor hozzánk jön, hadd térjen oda. Figyeljetek, milyen bölcs volt ez az asszony. Olvasom tovább. És történt egy napon, hogy oda ment Elizeus, megszállott a felházban és megpihent ott. És mondják Géházi az ő szolgájának, hívd ide ezt a sunemitát, előhívá azért azt és elejbe állva. És mondotta pedig néki, mondd meg néki, íme nagy szorgalmatossággal szolgálsz nekünk, mit kívánsz? Megkérdezte Isten szent embere, mit kívánsz? Megkérdezte. Figyeld, mit mondott ez a nő. S mondta Elizeus, mit lehetne tehát érette tennünk? Felele Géházi, nincs fia, férje vén ember. Figyeled, mit beszél? Nincs neki gyerek egy teka se, és már a férje is már vén ember lett. És gyerek nem volt gyerek áldás. Figyeld, mi van a nyelve? Mi van Istennek, a szent emberének a nyelvében? Ezt ugye is mondd el, hívd ide. És mikor oda hívta, megállott az ajtóban, Elizeus, ez egy proféta volt. Megállt az ajtóban, figyeld, mit mond. És mondja Elizeus, esztendőn, ilyenkorra fiat fogsz ölelni. Ki profétálta? Ki mondta, hogy neked gyereked lesz? Élő példát hadd mondjam, ott az élő példa. Az ő fiúknak a párja 4 éve, ugye? Nem lehet egy gyereke. 4 éve nem lehet egy gyereke. Én egyet imádkoztam érte. 3 hónapos terhes. Dicsőség az Úré. Szóval itt nem csak az ige írja, ez nap mint nap megtörténik, testvéreim. És ez veletek is meg fog történni, ha ti hittel elveszitek ezeket a tanításokat. Nem csak én vagyok itten csoda ember, mindjárt Isten gyereke vagy, ha befogadtad az Urat, hittel elvetted, neked is ugyanúgy működik, nem csak nekem. Figyeljetek, ez a proféta, ki profétát, a gyerek lesz neked. És mondd Elizeus, esztendő ilyenkorra fiat ölesz. És teherbe esik az asszony, fiat szül abban az időben, amit megmondott előre az Elizeus. Megszült a gyerek. Megvan. Megtörtént. Egy profétálás. Fiat lesz. Meg lett. Ugye, kimondta. Menjünk tovább ebbe az igébe. De mikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az atyához az alatókhoz. És mondja az ő atyának, jaj a fejem. És mondja az ő atya, az az édesapja, szolgának, vidd el őt az anyjukhoz. Figyeljetek! Kik mikor felvette őt az anyjához vitte, és az ölében tartta délig, és meghalt. Figyeljetek, képzeld el ezt a történetet. Amúgy se lehet egy gyereke, férje már vén ember volt, proféta ki profétája, kiment az igaz szó hittel, megszületett a gyerek, és meghalt. Felnőtt korára meg meghalt. Mondanád, az Úr vette? Nem, Úr, nem veszel tőled életet, Isten őrizze. Ő életet ad mindenkinek, az ördög. De figyeljetek itt, mi van itten. Mi van a szánkba elrejte, figyeld ezt a tanítást. Azt írja, és felvéne az asszony Isten emberének ágyára, figyeld csak, amit csinált nekik őt, és ajszót bezárván kijöve onnét.
és betette az ő ágyába. Puss, kérlek elejébe, és kérdezd meg tőle, a férje küldte a Géházit, puss elejébe, és kérdezd meg tőle, mind a férje, mind az ő gyermek, mondta, az békességben van. Figyeled csak, mit mondott az édesanyja. Megkérdezik az anyját, ha jól van az én piam, békességben van, minden rendben van. Figyeled, nem mondta ki, hogy halott. Figyeld, milyen bölcsessége van. Nem mondta ki, hogy halott. Figyeld, mindjárt folytatom. Sikor pedig Isten emberéhez jutott a hegyre, áttölelte az ő lábait, Géházi odament, hogy elűzze őt, az Isten embere azonban így szól. Hagy békét neki, mert megkeseredett az ő szíve, az Úr eltitkolta tőlem, és nem jelentette meg nekem. Szóval maga a próféta a szívébe is belelátott. Elkeseredett. A gyereked meghalt, te is elkeseredt. De nem mondta ki, hogy halott, figyelj. Nem mondta ki. És mondná vajon, én kértem e fiat az én uramtól? Nem, de mondá én néked. Ne csalj meg engem. És mondd Elizeus Géházinak. Övesd fel a derekadat, vedd a kezeidet, az én pálcámat, és menj el. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és annak is köszön, és aki köszön néked, ne pelej, az én pálcámat tedd a gyermek orcájára. Figyeld! El volt anyuka keseredve. A próféta azt mondta, ne állj szóba senkivel se, semmit sem mondjál neki. Menj haza. Figyeld, mi történt. De a gyermeknek anyja mondta, él az Úr, és él a te lelked. Az anyja ezt mondta. Él az Úr, és él a te lelked. Nem azt mondta, meghalt az én fiam. Jajajajajajaj! Gyertek, meghalt az én fiam! És akkor sír az egész utca. Nem ezt cselekedte. Figyelj. És bement Elizeus a házba, ima a gyermek ott feküdt halva az ágyban. Istennek szent embere bement. És bement, bezárt az ajtót magára. Gyermekre könyörgött az Úrnak. És az ágyára felágva a gyermekre feküdt, száját gyermek szájára tette, szemeit szemeire, kezeit kezeire, ráborult. Megmelengette a gyermek testét, és feltámadt. És feltámadt. Figyeljetek, mi a kulcs ebbe. És Jézus Krisztus is elment a Lázár halottat feltámasztani. Nem lapodok oda, mindjárt ismeritek az igét. Mit mondott, mikor Jézus ment? Jaj, ha te itt lettél volna, élt volna! Mit mondott Jézus? Nem azt mondta, jó van, meghaltál. Él az. Ha de Uram, szaga van. Él az. Figyelj, mit csinált Jézus? Hitetleneket mind kiküldte, menjetek csak kifelé. Kinnit. Hitetlenekre nincs szükség. Csak a szülei maradtak ott. Ha azt gondolom, azok aztán nagyon akarták, hogy fölébb legyen, igaz? Igaz. Jézus mit mondott? Lázár, kelj föl és gyere ki! Teremt erő a szájába. És ez a próféta mit mondott? Rápeküdt, és kejpöl, és fölkelt, és a hulla feltámadt. Ilyen erő van a szádba, testvérem. Na figyelj csak ebbe mi a tanítás. Ahogy abban a pillanatban azt mondtad volna, hogy halott, 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 megpecsételted volna. És a halál és a pokol szelleme vitte volna le a pokolba. Ezt figyeld. Ilyen hatalmat kapta a nyelvedbe. Valaki meghal, te még föl tudod támasztani. De akkor nem nyavajogsz, és azt mondogatod, meghalt a piam, meghalt, nem. Hittel odamész, és imádkozol, és kiprofétál. Kejpöl és jár. Ilyen hatalom van a nyelvedbe. Mert azt mondod, hogy meghalt, pecsétet adtál a halál és a pokol szellemének, hogy levigye a pokol. Az meghalt. Jézus is azt mondta, nem, nem alszik ő. De az már szaga van, Uram. Alszik. És ő is föltámasztott. És ez nem csak Jézusnak volt ilyen hatalma, ez az Elizeus is olyan ember volt, mint ti vagy mi. Istenek szent embere. És ő elhitte.
És tudta ezt, hogy a szánkban van a hatalom, szánkban van az erő, szádban van az élet, szádban van a halálod. Ugye ezt már igével alátámasztottuk. Na ezt így vegyétek el. Így vegyétek el, ahogy mondtam nektek, hogy csak egyet imádkoztam a kómásé. Voltak egy hónapja kómában, volt kettő. Másnap őke. Egy ima. Egy ima. De tudd, hogy én hittel és hatalommal imádkoztam, mert tudom, Isten gyereke vagyok. Én elhiszem, mert már megtapasztaltam, és ilyen hittel imádkoztam. De ehhez kell lesz te is. Mert Jézus azt mondta, a hited megtartott lányom. Azt mondja az ige, menjünk tovább. Amit szellemben elvégeztünk, el van végezve. Hát ráíródik a testre. Amit itt elvégeztél szellemben, drága testvérem, az a testre rá fog jönni. Amit kimondta az átkot, az a testre rájön. De a te áldást és gyógyulás prófétát, az jön a te testedre. Magyarul a te gyógyulásod a tested, a gyelvedbe van helyezve. Mert az ige azt mondja, Jézus Krisztus a te betegségeidet már a testében elhurcolta. Magyarul múlt idő. Csak rád van bízva, nem Jézusra, te rád. Te rád van bízva. Hát mit mondasz ki? Mit hiszed el magadról? És meg fog történni. Meg fog történni. Meg fog. Te szádban van a gazdagságod, te szádban van az életed, te szádban van az átkod, te szádban van a gyógyulásod, te szádban van az épülésed, te szádban van minden. És persze, amit eldöntesz, azért teszel is. Tékozó fiú is eldöntött, és elindult hazafelé. Nem így döntöd el ám, ha uram, de jó volna nálad lenni. Uram, én te hozzád megyek, és mész. És épülni fogsz. És jön a gazdagság, fogja követni, mert kinyitod a szívedet, bemegy az ige a te szívedbe, és az ige el fogja végezni mindnyájatokba. Mert magadtól nehéz ám, de Istenre rábízod, ez így kiránt. Dicsőség neki. Így szabadulsz meg a bűnöktől. Csak te lépj egyet, azon 99-et lép érted, mert az életét adta. Érted is, érted is, érted is, érted is, érted is. Ezt nagyon vegyétek el, és ez van a mi nyelvünkben. Ez nagyon-nagyon fontos üzenet. Te nem egy utolsó péreg vagy, hanem Isten gyereke vagy. És Isten szeret tégedet, életét adta, érted? Figyeljetek ide! Amit szellemben elvégeztünk, el van végezve. Azt mondja a Máté 17:20, ha mostári magnyi hitetek lenne, hegyeket bírnátok megmozgatni. Azt ne a hegyet képzeld el, hogy beleugrik a tengerbe. A hegy tudod mi? A te problémád. A te problémád. És azt mondod a hegynek, takarod! És kitakarod így. Ez a te problémád, a betegség, kódusság, sok-sok-sok probléma, mind a sátán. De nagyobb ad, aki benned van, és eltakarodik, ha te ezt hittel elvetted, ha szellembe beleszülettél. De ezt mondja a Márknak a levele, kik hisznek, gyógyítanak. Figyeled, itt megint a hit jön elő. Hit! Kik hisznek, gyógyítanak. Hát ha nem hiszed, az ördögnek joga van, még az imádat is elzár, de nem megy föl. Mert nincs így. A hit fölhasítod, hogy a Istenbe hiszed. Megkaptátok a mennynek a kulcsát. Amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben. Amit megoldozol a földön, oldva lesz a mennyben. Magyarul mit kötözünk? Megkötözzük az ördögöt, megtörjük a hatalmát, és hatalommal Jézus nevébe kiűzzük. És amit meg megkötözöl, vagy megvágsz, ez el van vágva, kiűzted, nincs az életedben. És jön a Szent Szellem helyette. Jön a Szent Szellem helyette. És az ige erre fölruház minket. Azt mondja Lukács 10:19. Kígyókon, skorpiókon taposunk, nem árt nekünk, mert nagyobb az, aki bennünk van. Szóval itt mindenféle szellemiséget megtaposol, és nagyobb. Mert a talpad alá vezérelte az Úr. Ha nem vagy te farok, hanem te fej vagy. Mivel fej vagy, Isten gyereke örökös. És az ördög oda van, a lábad alá teremtve. Ne engedd be az életedbe, mert ha bent van, akkor ő dirigál. De ha te Isten gyereke vagy, beengedted Isten, te dirigálsz neki ott a talpad alatt. Mert ide vezérelte az Úr. Azt mondja a Lukács 4:18, ezt felolvasom nektek, és ezt vegyétek el mindnyájan, mert ez nem csak nekem szól, mindnyájátokat ebben küldött el az Úr. Lukács 4:18, figyelj, Úrnak szelleme van, én rajtam, a Szent Szelleme bekötöltekezni.
mivel hogy felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsak. Foglyoknak szabadulás hirdessek, ez a bűnök ki, mivel van megkötözve. És a vakok szemeinek megnyilását, mír, szellemi vakságról van itt szó. Szellemi vakságról, aki el céltévesztő gondolkodása van. És szabadon bocsássam a lesújtottakat. Ez a csomag. Elé vagyunk itt. Ezeket az igéket engedjétek be a szívetekbe, és ezen tördeld a te elmédet is, meg a szívedet forgasd, hogy te Isten gyereke vagy. Amit kimondasz a nyelveddel, meg lesz. Nem átkozódunk, hanem azt mondjuk, épp és egészséges vagyok. Uram, te adtál gazdagságot, atyám, én ezt most elveszem. Imádkozok egyet érte. Benne vagytok? De nem az a cél, most egy nagy jó tanításra hazamész. Szívedbe érkezzen be ez az ige. Hadd végezz ott a munkát. És ha könnyen jössz ki a bűnből, esély is. És sokkal bűnösebb voltam, mint ti kettő. És az Úr kihozott, dicsőség neki. Úgyhogy imádkozunk ezért, jó? Ha akarjátok, hogy az életetek megváltozzon. Jó irányba, halleluja! Akkor egy akarattal, egy hittel figyeljetek, már megkaptátok, igen, ezt mondja. Én ebben a hittel imádkozok. Vegyétek el kivétel nélkül, mert te nem péreg vagy, nem utolsó bűnös vagy, Isten gyereke vagy. Te vagy a fej, és te vagy az örökös, tiéd a fölbolygó, ami benne van, az is megörökölted. Gazdagságot, szabadságot, mindent megörököltél. Most ezért imádkozunk egy akarattal, jó? Ti is mondjátok utánam, és a végén ámennal lezárjunk. Drága mennyei atyám! Hálásak vagyunk neked, Uram Istenem, hogy te úgy szerettél minket, egy szülött fiadat elhoztad, Uram, elküldted. És ő fölvitte a mi átkainkat, Galata 3.13 szerint, és minden betegségbet elhurcolta, és ezt most mi hittel elvettük, Uram, és mindazt, amit a példabeszédekben leírsz, Uram, hogy az életünk, halálunk, ami nyelvünkben van. Drága jóságos mennyei atyám, kérünk tégedet, hogy ezeket az igéket te forgasd a mi szívünkben. Ezt most mi nagy hittel elvettük, Uram. Mert te nem ember vagy, hogy hazudjál. És most kipropétáljuk a szellemvilágban. Egy hittel, egy akarattal, hogy mi épp és egészséges a mi testünk. Épp és egészségesek a mi gyermekeink. Épp és egészségesek a mi unokáink. És Uram, te azt mondtad, mivel mi fejek vagyunk, örökösök is. Mi örököltünk, Uram. Isten gyermekei vagyunk. Ezt most hittel elvettük. És kipropétáljuk a szellemvilágban. Mert teremtő erőt adtál a mi szánkba, Uram. Hogy jön a szellemi gazdagság. És ez követi az anyagi gazdagság. Mert te gazdagságot adtál mindnyájunknak. És ezt most mi egy hittel, egy akarattal elvettük tőled, atyám. Amen. Halleluja, na így dicsérjük az Urat, Isten gyerekei vagyunk, amen. Dicsérjük az Urat, Isten gyerekei vagyunk, amen.